tisztelnek meg minket ezen a megnyitón. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívüli alkalom abból a szempontból, hogy olyan művészek állítanak ma itt ki együtt, akik régóta ismerik egymást, ugye esetleg gyerekkori barátok, és ez az első ilyen lehetőség, hogy egy közös kiállításon részt vegyünk. Ezért köszönjük a lehetőséget a Balatonfélig iskolai galériának, és hát szeretettel köszöntöm a művészeket magukat, Albert Ádámot, Farkas Imrét, Gyöngyösi Leventét, Csiszér Zsuzsit, Áfrány Gábor, Somodi Péter, Kovács Jólát, Kelemen Marcelt, Deli Anettet, Zahar István, Marton Tamás, Tarci István, Kővirágot, Kőbolizsár, Péterki Ábel, Verebics Ágnes, Jenei Zoltán, Makai Bertit, Navrati Lutikot, Raffai Rékát, Szentgyörgyi Tündét és Szilágyi Zoét. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt elmondanám a szöveget, azt azért előre vetítem, hogy ezt annak alapján írtam, amilyen képeket én kaptam a művészektől, és hát itt a kiállítást megnézve szembesültem, hogy amilyen képeket én kaptam, az nem feltétlenül az, amit a kiállításon szerepel. És ennek fényében így gyorsan próbáltam a szövegemet kicsit átírni ennek, tehát hogyha néha így akadozik, akkor megpróbálom épp az írásokat kibogarázni. Tehát, álomszámla, kortárs művészek Veszprém megyéből. Vajon mit rejt ez az izgalmasan csengő cím? Mivel a kiállítás fő koncepciója a veszprémi kortárs művészek munkájának terepszemléje, ezért ez alapvetően egy helyzetkép, mi több számvetés is, mind az egyes életművekről, mind a Veszprém megyei kortárs művészetről, mint jelenségről. Ugyanakkor a cím mindenfajta értelmezése, tehát ahogy mondtam, számvetéshez vezet. De ez lehet többféle is. Ugye az a kérdés, hogy ez egy valós számvetés az álmainkkal, vagy épp a végeredmény megszépítése, álomszámlálá varázsolás. Amolyan találkozás egy fiatal emberrel, aki de ehhez még fiatalok, bár már nem pályakezdő. Az álomszámla esetleg elszámolás, leszámolás az álmainkkal? Szembenézés a másképp tervezett pályával, vagy ellenkezőleg a szembenézés hiánya? Ez a kétfajta értelmezés lehetősége persze csak nyelvtanilag áll fent, azaz a magyar nyelven mit jelentett egy ilyen kifejezés. Hiszen a második az önfelcsapás változatának semmi értelme nem volna művészi szempontból. De ugyanakkor a nyelv ez továbbra sem nyugszik bennem, további kérdéseket indukál. És vajon mivel vetnek számon? Saját vágyaikkal, a világgal, az őket körülvevő környezettel? A kiállított műveket több aspektusból is lehetne csoportosítani, akár a személyesség, tárgyasság, az ábrázolás, absztrakció, a műfajok, stb. Mentén. Ugyanakkor, ha jobban belegondolunk, akkor gyakorlatilag ezen a tárlaton a művészettörténet 21. századi átirataival találkozhatunk, míg akkor is, ha a művészek nem közvetlenül reflektálnak egy-egy már létező műalkotásra. Így tulajdonképpen a művészet történetével is történik egyfajta számvetés, ezért én ezt a nézőpontot választottam a kiállításhoz, ugyanis a bemutatott művek jó része a klasszikus műfajok kortárs értelmezése körébe tartozik. Így például az interiőr a speciális Navrati Judit féle felülnézeti aspektusból láthatjuk. A Giorgione óta szokásos alakok a tájban képtípust viszi tovább, Környei Ágota, Áfrány Tamás és Verebics Ágnes. A portré saját megközelítésével Csiszér Zsuzsi